felmenik én a nagy hegyre, annak is a tetejére. Az erdélyi magyarok Tolna megyei közhasznú egyesülete minden évben szervezett megemlékezések keretében idézi fel a múlt történéseit 2012 óta. 1854. március 10-én végezték ki Marosvásárhelyen postaréten a székely vértanukat. És ennek az emlékére emlékezünk meg igazán minden évben március 10-én azóta. Az egyesület elnöke elmondta a székely autonómiával kapcsolatos törekvéseiket is, aminek állandó jellegét is kihangsúlyozta. Ez mindig élő azóta is, tehát amióta elindult ez a folyamat, aláírásgyűltés Brüsszel fele, és a székely autonómiát szeretnénk, mai napig is él ez. Összefogás, a békesség, ez mind benne van a székelyek elképzelésében. Nagyon sokan félreértik azt, hogy autonómia, hogy mi nem elfoglalni szeretnénk a székelyföldet, vagy visszakérni, hanem emberileg autonómiát. A rendezvényen a brassói származású Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke is felszólalt. A székely autonómia törekvés és az európai őshonok kisebbségek jogainak érvényesítése ma is embert próbáló feladat. Tudatában vagyunk a feladatunknak, ezekben az időkben is, és ebben az európai térben, ezért nem adjuk fel a harcot, nem hátrálunk meg. Az érdeklődőknek hagyományőrző kulturális programokkal, tánccal, versmondással, élő zenével készültek. A küküllőmenti táncok által teremtett kellemes hangulatot hamarosan lélekölő percek követték. Az MT Tánc csoport egyik tagja hirtelen összeesett. A helyszínen megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították a férfit. Értesüléseink szerint a táncos már jó állapotban van, nem sokkal az eset után beszélni is tudott.